Sziasztok! Hát a múltkori japán sült csirke után majd annak is belinkelem ide a végén a videóját, hogy meg tudjátok nézni, de aztán lehet, hogy pont egymás után rakom fel. Megcsinálom a anyunak vagy hívjuk a nagyi sült csirkéjét, mert a párom mondta, hogy ő nagyon szereti azt, amit anyukám ott szokott neki csinálni, és akkor megkérdeztem, hogy csinálja. Nekem egy dolgom nincsen hozzá ételizési tűrben, az nincs is itthon, de ugye van a kedvenc kotányi steak fűszer sóm, amit én fele-fele sóval összekeverek, ezt mindig elmondom, hogy ezt higítom sóval, hogy ne legyen olyan nagyon intenzív íze. Ebből fogok plusz egy kicsit beletenni. Tudom, hogy furcsa, hogy a csirkéhez teszem, de imádom az ízét rajta. Na, és a lényeg, hogy ez egy ilyen teljesen, szerintem akinek nem így csinálja a anyukája, a nagymamája, az nem tudom, tehát lehet, hogy ezt mindenki ismeri, ezt a fajta receptet. Én finomra vágom a hagymát, anyu csak ilyen fél karikára szokta, ugye fél főre, és úgy szórja közé, de hát most egy ilyen kisebb fej hagymát szépen fogom, de nem látszott ide. Rászórtam, és hát tulajdonképpen nem is, hát de összekeverem külön, mert jobban elkeveredik. Ebből a, mondom, ennek csak a fele steak, tehát egy mokkás kanálnyi, ilyen kotányi steakfűszer, vagy egy teáskanál ételizesítő, egy teáskanál, csak erre úgy lepereg, egy pupos teáskanál só, és ugye majoránnásan csinálja, tehát egy teáskanál majorána, őrölt bors, az megint ízlés szerint, de erre egyébként lehet egy kicsit bátrabban tenni. Nem kell, hogy csípjen, de ilyen mustáros, borsos, majorannás legfőképp ez a cuccos. Fűszerpaprikából, hát szépen tudom, hogy ne legyen nagy csomó benne, szintén mehet bele egy teáskanállal. És mustárból, hát azt nem, most nem fogom kimérni, abból egy jó evőkanálnyi, egy ilyen púpos evőkanálnyi nyugodtan mehet rá. És hát egy ilyen kevés, hát én ilyen olcsóbb fajta olívolajat használok az ilyeneknél, ebből egy ilyen 2-3 centiliternyi, és még ami kell, az, ahol itt van, egy 3-4 gerez fokhagyma. Én sokszor azt a metrósat használom, ezt is meg mindig elmondom, mert mindig megkérdezitek, abból most beleteszek egy ilyen 3-4 gereznyit, ennek 2100 forint körül van kilója, és meg van pucolva, egy össze van durván vágva, teljesen jó. Na, még egy kicsi olajat teszek hozzá, kicsit folyosabb legyen, könnyebb összedolgozni. És a sózással meg annyi ennél a trükk, hogy ezt ugye ilyen lefedve kezdi el az ember sütni, és amikor már levet engedett a hús, és kezd megpirulni, akkor meg kell kóstolni a levét a húsnak, vagy a szaftot, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt szépen. És hogyha elég sós, akkor nem kell bántani, ha meg nem elég sós, akkor egy kicsit meg kell sózni még itt sülés közben a húst, és akkor gyönyörű szépen megfelelően sós lesz, és a lényeg, hogy ezt most így jól összekeverem és hagyom, hát most látjátok 4 óra van, és majd este ilyen 6-7 fele fogom betenni a sütőbe, tehát legalább egy 2 órát álljon ebbe a pácba. A mustár az egy picit ugye még puhít is a húson, és ennyi. Ilyenkor is egyébként, aki nem undorodik tőle, én mondjuk nem, meg lehet nézni, hogy elég sose. Egyelőre elég sósnak tűnik, de hát egy csipetnyit még csak, hogy értelme legyen, hogy megnyaltam. Teszek rá, úgy, és akkor ez most megy be szépen a hűtőbe legalább egy 2 órát. Most 7 óra lesz, úgyhogy ideje betenni a sütőbe. Ezt most nem lassan fogom sütni, hanem ilyen 200 fok körüli sütőben, ugye egy és egy negyed óra alatt simán megsül, és mondom, annyira kell figyelni, hogy most ezt szépen ide átpakolgatom, hogy megfoghatnám kézzel, és csak kivételesen nem akartam belemászni. És amikor már így levet engedett, és már kezd pirulni, akkor kóstoljátok meg, hogy elég sós-e. Ha nem, akkor már csak egy kis sima sót kell rá tenni. Mostanra a mustár, ha minden igaz, megtette áldásos hatását. Na, csak meg kell fognom, de hol van ennek a
bőrkéje, ja, itt van, fordítva volt. Úgy, ez természetesen akkor ide jöhet rá. És akkor most lefedve, vagy ez ugye olyan tál, hogy a saját, tehát két ugyanolyan tál van, ezeket lehet kapni már szinte az összes. Ez is a Lidl-ből van nekem egyébként, és még mindig nem támogatnak, pedig mindig őket. Emlegetem, és ez így megy be, és amikor már olyan, ez alatt elkezd pirulni, leveszem a fedőt, akkor a víz is elpárolog majd belőle, szépen megpirul, aztán meg csak valami köret kell hozzá, aztán lehet is papizni. És mondom, ezt most olyan 200 fok körül is sütőbe teszem be, mert a csirke az gyorsan puhára párolódik, megsül. És hát azon gondolom, senki nem fog meglepődni, hogyha már egy ilyen jó kis old school kaját csinál az ember, akkor egy minimum, hogy egy hagymás tört burgonya legyen a köret hozzá. Egy ilyen jó nagy öklömnyi hagymát fogok ennyi krumplóhoz, nem tudom, ezek van egy kilónyi, nem tudom mennyi, mert ezeket ugye nem szoktam érdegetni. Olyan sós vizet már, amíg pucoltam a krumplit, oda tettem fölni, nem kell túl apróra vágni, legalább nem szívja meg magát annyira vízzel. Szépen megfőzöm, leszűröm, benne hagyom a szűrőbe, és utána ebbe azért tettem már ide egy ilyen wokot, utána ebbe szépen egy kevés, hát hogy azért ne legyen annyira egészségtelen, egy kevés olívaolajon megpirítom a hagymát, de aki bírja meg, nem rossz, akkor ezt terénye, az természetesen zsírt használjon, és amikor utána visszamegy a krumpli, és a hús meg már majdnem jó, és ugye kipárolgott a víz a kisült húsléből, meg zsírból, akkor azzal a finom szafttal meg fogom még locsolni, és úgy fogom összetörni a pirított hagymával, amire még csak egy pici borsot fogok tenni összesen, meg egy nagyon kevés sót, mert ugye az a szaftsós le. Ugye ennyi, ezt most megfőzöm, ezt majd addig összevágom, és amikor a csirke meg majdnem jó, akkor a kettőt ugye össze fogom bugyulálni. Jaj, de jó szót találtam rá. Látjátok, amikor már így nyomásra puhák a combok, akkor le kell venni róla a fedőt, az vissza a sütőbe, az hadd piruljon, és akkor sűrűsödik a leve, egyre sósabb lesz, ugye a zsír kicsül belőle, és majd ezzel a szafttal fogom még pluszba ízesíteni ezt a krumplit, ezt most zártam le, leszűröm, megy ki a szűrőbe, és akkor elkezdem pirítani a hagymát is. És csak annyi kis kevés olajat teszek alá, hogy épp ne égjen le, mert ugye ebből a csirkéből, ami kisül, abból még fog rá menni. És ilyenkor nem is szoktam nagyon finomra vágni a hagymát, tehát egy kicsit ilyen nyugodtan lehet, hogy azért, amikor eszi az ember, egy picit szinte a megpuhult, megpirult hagymára rá tudjon harapni. Ez ugye jól össze fog esni, a gyökerét nem sose teszem bele azt a kis részt. És elég, hogy ezt most sóval, borssal, az már most mehet bele, alá is bújtok. És egy kevés sóval, hogy azért legyen benne, de teszek rá egy csipet sót, hogy meg a másik hagymát, és akkor szépen ezt megpirítom. A hagymát meg amikor összeesett, már ilyen takaréklángon pirítottam, egy kanállal már kiszedtem a zsírból rá, hogy egy kicsit zsírosabb legyen. Ezt szépen ezt le is zárom. Itt van a leszűrt krumpli. És összetörni nem fogom ilyen klasszikus burgonya törővel, hanem majd ezzel a fakanállal, amennyire tudom. Összezúzom, de most már megvárom, amíg megsül a csirke, abból még ráteszek egy kis szaftot ízesítésnek, azzal összetöröm, és lehet is tálalni. Na, a csirkének még kell egy 5 perc, de kiszedtem egy ilyen jó kis evőkanálnyit ebből a szaftól. Ezzel vigyázzatok, mert ez már ilyenkor nagyon sós tud lenni. Ugye ebbe a párolt hagyma, húslé, tehát fűszerek, megnyaltam, olyan íze van, csak hát sós. És akkor ilyenkor ezt jó alaposan összekeverem, és én csak a fakanállal, amennyire tudom, nem baj, maradnak ilyen nagyobb darabkák, egy kicsit itt szétvagdosom, összetöröm, és akkor lehet is tálalni, még 5 percet pirul a hús, aztán kész is az étel. Na, így néz ki, hogy ilyen, vannak ilyen nagyobb darabok is benne, és akkor brutál! És íme a húsi frissen melegen a sütőből. Szerintem jól lakunk ma is. És mivel a krumplit már kóstoltam, így azért nagyjából képbe vagyok, hogy milyen lesz a maga a sült is, de hát ja, és természetesen egy ilyen kaját, egy jó
Ez még az a kovászos uborka, amit ilyen élő kenyér kovásszal csináltam, én nem akarsz a bőrrel vágódni. Majd ennek is belinkelem a videót, ez is olyan íze van. Csináltam már párszor kovászos uborkát, de Isten ez is hú. Ez meg, gyerekek, így ahogy van, nagyon jó. Na, bocsánat. Szóval nagyiféle, vagy anyuféle, majoronnás, hagymás, mustáros, a zsírjával csinált hagymásból vinyos, látjátok, az a nagy hagyma simán, simán eltűnt bele, úgyhogy ne hagyd, te soha helyezzük a hagymát, mert akkor lesz igazán finom. Bátran készítsétek el, mert Isten király császár kaja, úgyhogy jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzés, könnyű kajákat, sziasztok!